Magyarországon példanélküli és felháborító a szekszárdi strand belépőjegyeinek drasztikus mértékű áremelése. Erről a helyi városvédők elnöke beszélt hétfői sajtótájékoztatóján. Szabó Balázs azt mondja, ilyen árakon az ország legnagyobb fürdőibe is lehet pihenni, ahol akár több, mint egy tucat medence is várja az odaérkezőket. A városvédők vezetője szerint felháborító az éjjel szekszárd frakció által kinevezett Malomsoki Krisztián áremelése. Követeljük azt, hogy normális emberi árakon történjen a szolgáltatás. Ugye elképesztő az, hogy mint ahogy el is mondtam az előbbiekben, hogy egy palatinus strandon például a belépőjegy felnőtteknek 3200 forint, de ott 30 hektáron 14 medencében élvezhetik a fürdőzők a fürdőzést. Az áremelést Malomsoki Krisztián egy közleményben azzal indokolta, hogy az idei belépők megvételével már nem kell külön csúszda vagy szauna jegyet vásárolniuk a strand vendégeinek. Szabó Balázs szerint viszont ez nem elfogadható indok. A szauna ugyanis csak délután 2 órától van nyitva, a csúszdákat pedig csak a 120 cm-nél magasabb személyek használhatják. Ezért, ha egy 2 kisgyermekkel érkező család csak délelőtt pihen a strandon, akkor teljesen feleslegesen fizettetik meg velük a szolgáltatások árát, amit igénybe sem tudnak venni. Szabó Balázs szerint ezért a belépők árainak megemelése csak azt a célt szolgálja, hogy a strandot üzemeltető sportközpont finanszírozni tudja az éjjel szekszárd tagok által megemelt önkormányzati képviselői díjakat. Az éjjel szekszárd frakció tagjainak ugyanis a választás utáni egyik első döntésük az volt, hogy megemelték a saját illetményeiket. Nekem 5 évig képviselőként a fizetésem 97.500 forint volt, jelen pillanatban ezek több száz ezres fizetésekre ugrottak, itt is hasonló sunyisággal bújtatták köntösbe ezt az áremelést, pontosabban ezt a fizetésemelést. Múlt hét pénteken számoltunk be arról, hogy sokakban felháborodást kiváltva a szekszárdi strandon idén drasztikus mértékben megemelte a belépők árait az éjjel szekszárd frakció által kinevezett Malomsoki Krisztián. Nem drágálják a belépőt? De igen. Meglepődtünk, de hát nem járunk ide gyakran. 4-en vagyunk itt. Szabad kérdezni, hogy mennyit fizettetek? Kereken 10 000-re. Tavaly még 1500 forint volt egy felnőtt belépő, ez idénre már 2600 forint a szekszárdiaknak, a vidékieknek még ennél is több. Még szembetűnőbb a gyermekjegyek árának alakulása, ott több mint 300%-os a drágulás. Egy belépőért a tavalyi 500 forint helyett idén 1600 forintot kell fizetni. A szekszárdi strand belépőinek drasztikus drágulása a múlt heti közgyűlésen is szóba került. A Fidesz frakció napirendre akarta venni az ügyet, majd amikor Ács Rezső elkezdte felvázolni a sokakat felháborító jelenséget, az éjjel szekszárd tagok egyszerűen belefojtották a szót. Éppen most egy hónap kiesetlen járvon, mert július 1-ségre tudunk nyitni a strandra, és külön történt, hogy miért. Úgyhogy rövidül, miért beszélünk erről? Miért? Végül az éjjel szekszárd tagok nem is szavazták meg, hogy a közgyűlés tárgyaljon a témáról. Ács Rezső ennek kapcsán azt mondta, felháborította, hogy Malomsoki Krisztián az éjjel szekszárd tagok által kinevezett a fürdőt üzemeltető sportközpont vezetője, mindenféle egyeztetés nélkül emelte sokszorosára a belépők árát. Az eljárásmód mindenképpen felháborító, de maga a végeredmény is felháborító, hiszen Csillag Balázs igazgatósága alatt minden évben leültünk és megbeszéltük, hogy milyen díjak legyenek, vagy milyen belépőjegyek legyenek a következő szezonban. Ez most nem történt meg. Ács Rezső azt mondja, ilyen árak mellett komoly bevételektől fog elesni a fürdő, mert a kevésbé tehetős családok egyszerűen más helyen pihennek majd. Az így keletkező hiányt pedig a város költségvetéséből kell majd kipótolni. Pénteken megkerestük Malomsoki Krisztiánt, de ő csak egy szűkszavú e-mailben annyit írt, hogy az áraikkal kapcsolatban minden információ megtalálható a honlapjukon. Szintén kérdéssel fordultunk az éjjel szekszárdot képviselő Zaják Ritához, a Város Szociális Bizottságának elnökéhez, aki a választás előtt azzal kampányolt, hogy visszaadják szekszárdot a szekszárdiaknak. Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol a frakciója által kinevezett Malomsoki Krisztián felháborodást kiváltó áremeléséről. Ám a képviselő csak annyit válaszolt, hogy az árképzés folyamatában ő nem vett részt.